A futballlabda a foci szeretete kapta a főszerepet Palotavárosban szombaton. Sportolni várták a városrészben és a Székesfehérváron élőket. A negyedik alkalommal került megrendezésre Mozdulj Palotaváros, és hát itt, ami, ha körülnézünk, láthatjuk, hogy a nem olyan régen átadott játszótér, illetve sportpályát megpróbáljuk maximálisan kihasználni. Próbáljuk az itt élőket megmozdítani, illetve a város más részéről is jönnek foci csapatok, és hát egy nagyon nívós kispályás labdarúgó mérkőzés sekiseket is láthatunk. A kispályás futballmeccseken 4 csapat mérte össze a tudását. A Hidró, az Öreghegyi Fiúk, Bakony Csernye és a Szeta focistái mérkőztek meg egymással. A palotavárosi programot minden évben a Szeta szervezi. Nagyon szeretünk idejönni a Palotavárosba, hogy már többetszer szervezzük meg ezt a családi és sportnapot egyben, és azt tapasztaltuk, hogy szeretik az itt élők ezt a rendezvényt, és mikor más városrészbe vittük el, ott is az volt a tapasztalat, hogy szeretik ezeket a típusú rendezvényeket a lakók, hiszen lejöhetnek, nézhetik a mérkőzéseket. Nem csak foci, hanem családi programok is várták a kikapcsolódni vágyókat Palotavárosban. Délután jumping, vízen járó labda, népi játszóház szórakoztatta a látogatókat, és csillám tetoválást, arcfestést kaphattak a kisebbek és nagyobbak. A Sportolj Palotaváros rendezvényen díjazták a legjobb csapatokat, a legjobb játékost, kapust, és azokat, akik a büntetőrugó és dekázó bajnokságon a legjobban teljesítettek.